A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Köszöntöm a Fehérvár Televízió valamennyi nézőjét, hogy már megszokhatták itt az ünnepi időszakban. Napról napra érdekes témákkal, érdekes emberekkel jelentkezünk. Ez az alkalom lehetőséget teremt arra is, hogy egy kicsit értékeljük a 2023-as esztendő történéseit, illetve beszéljünk a 2024-es évről is. Stúdiónkban köszöntöm sok szeretettel Mészáros Attilát, Székesfehérvár alpolgármesterét. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit is. Talán ilyenkor mindig egy kicsit elgondolkozik az ember azon, hogy évente egyszer mindig ünnepi évérték előtt készítünk, és hogy milyen gyorsan elrepült a 2023-as esztendő is, amiről mondhatjuk azt, hogy, hogy meglehetősen mozgalmas volt. Valóban, mint a tegnap lett volna, amikor ugyanitt beszélgettünk, és most megint itt vagyunk, és nagyon gyorsan átállt a 2023-as év. Ilyen ez az, hogy sok dolog történt Székesfehérváron, sok feladat és munkánk volt, így, így gyorsan elröpült az év, amely hát azért sok nehézséget is tartalmazott, sok kihívást, amit azt gondolom, hogy közös erővel sikerült a Székesfehérvárekkel együtt megoldani. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon mozgalmas és szép év volt 2023 Hogyha visszanézünk itt az elmúlt esztendőkre, azért azt elmondhatjuk, hogy hát szerintem korán sem gondoltuk azt, hogy 2023-ban még mindig egy háborúról beszélgetünk, hogy túl leszünk egy Covid-on, túl leszünk egy, vagy hát benne vagyunk egy, egy érdekes gazdasági helyzetben is. Hogy látja, hogy mik voltak a legfontosabb kihívások 2023-ban? Hát valóban az évelei illetve a tavasz időszakig elsősorban a rezsikérdése volt, ami központi téma volt, hogy hogyan tudjuk a jelentősen megnövekedett rezsiköltségeket kigazdálkodni, az intézményénk hogyan tudnak működni, melyik létesítményünk kell, hogy tudunk közösen úgy gondoskodni, hogy aztán a fejverek azt tudják használni. Szerencsére azért a gazdasági teljesítménye Székesfehérvárnak megengedte azt, hogy csak kisebb korlátozásokat kellett a tél folyamán bevezetni. Azt gondolom, hogy viszont sokat is tanultunk ebből az időszakból, hiszen mindig azt kértük az intézményeinktől is, hogy észszerű megtakarításokat eszközöljenek, ami azt gondolom, hogy hasznos, hiszen most már megtanultuk, hogy a villanyt azt le kell kapcsolni, és nem kell folyamatosan égve hagyni, akár a folyoson, akár a szobában, hogy éppen nem, tartozunk, nem tartózkodunk ott. És azt gondolom, hogy sokan ezt otthonra is át emelték, amit mi az intézményektől kértünk, és azt gondolom, hogy komoly megtakarítást tudtunk ezzel, ezzel elérni az intézmények tekintetében.

a nyár folyamán már sokkal kedvezőbb árakkal tudtunk a következő időszakra leszerződni, így miután a költségvetést úgy fogadt el a testület, hogy a téli, tavaly téli magasabb árakkal, így azért egy komoly mozgástér maradt az év második felére a költségvetésben is. Sőt, hát ugye a legutóbbi közgyűlésen az is elhangzott, hogy rekord volt az az, az adó bevétel, amit a helyi gazdaságnak köszönhetően ugye a, a város megkapott, és ezzel is plusz tud tervezni és számolni. Valóban, szerencsére a Székesfehérvár gazdaság az folyamatosan nő köszönhető az itt dolgozó több tízezer embernek, amit ezúton is szeretnék megköszönni mindenkinek, aki 2023-ban valamilyen módon hozzátett ahhoz, hogy Székesfehérvár ismét gazdagodott, és több lehetősége lesz az önkormányzatnak is a jövő évben akár fejlesztéseket, akár egyéb más területeken növekedni. Valóban nőtt szerencsére jelentősen az iperüzési adó Székesfehérvárnak, amely nagy részét tartalékba helyeztük természetesen a jövő évre, de ennek volt köszönhető, hogy az év utolsó közgyűlésön például egy jelentős adócsökkentést is végre tudtunk hajtani, ugye az építményadó átalakításával egy több mint 300 millió forintos adócsökkentés vár majd a gazdaság vállalkozókra 2024-ben. Ha már itt a legutóbbi közgyűlés eredményeinél tartunk, az is fontos dolog, hogy 7500 forintról 10.000 forintra emelkedett az a támogatás, amit a 65 év feletti fehérváriak kaphatnak meg az önkormányzattól. Valóban most már több éve igyekszünk segíteni a nyugdíjasoknak Székesfehérváron. Azt tudni kell, hogy mintegy 22.000 65 év feletti él Székesfehérváron, és azt gondolom, hogy nagyon népszerű és nagyon jól fogadják a nyugdíjasok, hogy gondol rájuk az önkormányzat, és igen, nagy az igény is arra, hogy ezt az összeget megkaphassák. A tavalyi években azt látszott, hogy ilyen 17-18 ezer körüli volt az igénylő, akik aztán végül megkapták ezt az összeget, és szerencsére mind a gazdasági növekedésnek, mind a takarításoknak köszönhetően van arra a lehetősége az önkormányzatnak, hogy most újabb emeléssel 2024-ben már 10 ezer forintot Tudjon biztosítani a 65 év felettiek számára. Január 1-től lehet igényen, úgyhogy buzdítok ezúttal is mindenkit, hogy töltse ki az igénylő papírt, és néhány hét átfutása után pedig készhez is kapja majd az összeget. Reméljük, ezzel is kicsit tudunk majd segíteni az itt élő nyugdíjasoknak, akik hát természetesen nagyon-nagyon sokat tettek azért az elmúlt évtizedekben, hogy Székesfehérvárma ma ott tarthat, ahol tart. Ugye az idősek közössége is egyfajta közösség, és mindig uh, beszélünk arról, hogy mennyire fontos az, hogy, hogy Fehérváron legyenek közösségi események, közösségi programok, és egy valóban koherens, összetartó itt élő, lokál patrióták közössége alakuljon ki. Hogy látja, hogy 2023-ban milyen ilyen jellegű programok voltak, amik nagy sikernek örventek, vagy milyen ilyen uh, újabb kezdeményezések, vagy új közösségi helyek jöhettek létre? Azt gondolom, hogy a COVID után nagyon nagy feladata volt értelmszerűen a városnak is, és minden közösségi vezetőnek, hogy megpróbálja újra szervezni a közösségeket. Hiszen az látodott, hogy azért a COVID két éve, amikor nyilván sokan otthon szorultak, otthon kellett maradni, akár a fiatalok, akár nyilván az idősek, nagyon komolyan visszaestek azok a közösségi lehetőségek és programok, amelyekkel a közösséget tudtuk itt Székesfehérváron építeni. 2023 erről is szólt, hogy visszavezettük azokat a programokat, amelyeket nyilván a Covid -e sajnos eltörölt és nem tudtuk megszervezni. Azt gondolom, hogy akár a királyi napok, akár a többi rendezvény, amely színesítette Székesfehérvárt, az, az nagyon jól tükrözte azt, hogy, hogy jó úton haladt Székesfehérvár a újraépítkezésben. A civil szervezetek is nagyon sokat tettek ezért, az intézményeink is különböző területeken, de még azt gondolom, hogy van ebben dolog 2024-ben is, úgyhogy haladunk, haladunk tovább, szépen épülnek vissza azok a programok, amelyek az elmúlt két-három két, évben kimaradtak nyilván a nyugdíjasok esetében is, a fiatalok tekintetében is, és hát azt gondolom, hogy minden korosztály megszorító programok tekintetében is. A sport, a, a tudomány és a kultúra területén is lettek új terek, új közösségi terek, vagy új intézmények, intézményegységek, amik nyilván tényleg ez a közösségépítés szempontjából is fontos vássai lehetnek Székesfehérvárnak. Valóban szerencsére az idén is tudtunk bővülni gondolhatunk csak az alsóvárosi rétre, amely <coughs> egy egyszeres sport és a szabadidő hasznos eltöltésére is alkalmas. Szerencsére már az első napoktól kezdve nagyon sokan látogatják ezt az új közösségi teret, amelynek nyilván célja, hogy egy ilyen ligetes, parkos területet hozzunk létre, ahol nyilván néhány éven belül nagyon szép akár erdőállomány is ki tud alakulni majd a fák növekedésével. Másrészt pedig nyilván kialakítottunk olyan sétányokat, ahol sétálni, nordic walkingolni, vagy egyéb más közösségi programokat lehet szervezni. Azt gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon fontosak, hogy legyenek olyan területileg is elosztott közösségi terek, ahol ezt meg lehet tenni, hiszen nyilván öreghegyen ott van a túrózsáki sportközpontunk, itt van a bregyó, a palotavárosi tavak környéke nyilván sóstó és környéket, azonban majd igyekszünk minden városészben fejleszteni ezeket a közösségi tereket. Ez talán azért is fontos, mert hogy ugye az alsóvárosi rét az, amit sikerült megmenteni a városnak. Valóban, ott egy magántulajdonban lévő területről, volt szó, amit korábban ipari területenek szántak. Szerencsére ezt sikerült ennek a városvezetésnek megakadályozni, a kormány segítségével vissza tudtuk vásárolni ezt a területet, és hát egyértelmű volt, hogy a város program keretében egy komoly fásítás-erdősítési program indul amelynek keretében ezen a területen egy ilyen kis ligetes közösségi tér alakul ki. De azt gondolom, hogy minden olyan terület, ahol az elmúlt években például fásítottunk, ott nagyon szépen növekednek, akár sóstón, akár palotavárosi tavak környékén úgyhogy nagyon örülünk ezeknek a lehetőségeknek és fejlesztéseknek. De népszerű hely például a Vidámparki tó környéke is. Valóban a csónakázótó is nagyon szépen megújult, ugye a sziget megnövelésével, ugye a Denzo cégnek köszönhetően egy japán kert jött létre idén tavasszal a jubileumi alkalomra, a Denzo jubileumi alkalmára és hát azt gondolom, nagyon sokan sétálnak is, sportolnak is a csónakázótó körül, úgyhogy ez is egy szép összefogás eredményekért jött létre. Hogy ezt említettük, a kultúra területén is alakultak ki ilyen új helyszínek. Valóban azt gondolom, hogy nagy öröm, hogy most már egy olyan múzeumi főépülettel rendelkezünk a rendház épületében, ahol komoly kiállításokat tudunk szervezni, gondoljunk csak az idei évben a munkácsi kiállításra, amely több tízezer embert vonzott, és még januárban is lehet látni, tehát aki még nem tette meg annak javaslom, hogy 24 évelején még keresse föl a múzeumot, és hát ősszel tudtuk a kőtárat átadni, amely egy olyan érték, amellyel megmentettünk egy régi értéket, hiszen az egykori köztársaság mozi épületében alakult ki az a látogatóközpont, ahol most már testközelből megtekintheti mindenki az egykori koronázó bazilika megmaradt köveit. És azt gondolom, hogy érdemes többször is elmenni, hiszen olyan interaktív lehetőségek vannak ebben a látogatóközpontban, ami nem csak arról szól, hogy megnézzük egyszer a, a köveket, hanem tényleg érdemes többször visszamenni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy komoly értéke lesz a jövőben Székesfehérvárnak. A felsőoktatás tekintetben is történtek fontos változások, előrelépések, talán fogalmazhatok így. Valóban az Obudi Egyetemmel még szorosabbra tudtuk fűzni a kapcsolatot, hiszen az Alba műszaki kar egy nagyon komoly mérnökképzést képzést végez a város ipara számára legfontosabb mérnökszakokon, akár gépész, villamos, vagy éppen geoinformatikai mérnök képzés, műszaki menedzser képzéseket, és mindezt nagyon magas arányban, duális képzésben teszi, ami jelzi azt, hogy milyen komoly kapcsolat van a felsőoktatás és a a városipara között, és szerencsére most már a műszaki mérnöki képzés mellett szeptemberben a gazdasági területen is tudtunk képzést indítani. A keleti károly gazdasági kar a gazdálkodás és menedzsment szakot el tudta indítani, illetve a korábbi Kormiszi Egyetem képzése, a sportközgazdász mesterképzés, ami országosan is egy időálló képzés, azt is az Ubud Egyetem indította már el, úgyhogy több irányban is tudott fejlődni Székesfehérváron az egyetem. Most évvégén négy új labor tudott avatni az egyetem, és hát folyamatosan dolgozunk azon a Science Parkon, amely a Budai út 43-ban az egykori korvinuszos épületek, ma már Óbudai Egyetem által használt épületek mögötti területen fog majd megvalósulni, amely még egy komoly nagy előrelépés lesz majd az egyetem fejlődésében, hiszen ott olyan kutatásfejlesztés és ipari körülmények lesznek majd, ahol, ahol az ipari kapcsolatok még erősebbek lesznek majd. Hiszen ma, hogyha egy cég szeretne kutatásfejlesztést, egy új terméket fejleszteni, akkor gyakorlatilag néhány hétre le kell állítani egy gyártósort, hogy ott fejlessze ezt az eszközt. Most egy olyan ipari labor fog majd itt létrejönni, ahol egy gyártósort fogunk beállítani, és a cég Közösen az egyetemi szakemberek kifejlesztik azt az eszközt, és itt is fogják majd az első prototípusokat legyártani. Így a cégnek nem kell a saját termelését részben leállítani ahhoz, hogy egyébként ezt a kutatást, fejlesztést meg tudja valósítani. Úgyhogy ettől azt gondolom, hogy mind az ipar, mind az egyetem, mind pedig a város nagyon-nagyon sokat remél ettől az összefogástól. A másik fontos lépés pedig volt, azt gondolom, hogy mondjuk úgy, hogy Fehérvári tulajdonba került a Kodalán János Egyetem, és azt gondolom, hogy egy olyan útra tért vissza, amely a városi képzés fejlődését, erőteljes fejlődését fogja majd jelenteni, hiszen nagyon fontos, hogy a műszaki és a gazdasági képzések mellett legyenek olyan humán területű képzések is, amelyek pedig kiszolgálják a, a, a város intézményeit, a szolgáltatásait elsősorban. Nyilván az oktatás-szociális területen van nagyon komoly utánpótlás kérdés. Én bízom benne, hogy a megújult Kodály János Egyetem tud majd sok-sok szakembert biztosítani ezen a területen is. Kicsit ez már a tehetséggondozáshoz is kapcsolódik, és a város fontos feladatának tartja a kezdetek óta, 2010 óta, hogy a, a fiatalokról odafigyeljen, és lehetőséget biztosítson számukra különböző területeken, hogy megmutassák a tehetségüket. Ez 2023-ban, sőt, talán mondhatjuk, hogy 2024-ben is így lesz. Valóban, a Fehérvári versőnep töretlenül halad előre, és ma már nem csak egy tehetségkutató programról van szó, hanem valóban egy mozgalom alakult ki itt a, az évek során. Azt gondolom, hogy nagyon nagy köszönet illeti Varga Sándort, aki ma már ugye nem lehet közöttünk, de azt gondolom, hogy nagyon boldogan figyel onnan fentről, hogy tovább tudtuk vinni itt Székesfehérváron az ő által indított versenyt, programot a Székelyföldi Verstáborra közösen, és azt gondolom, énnek ennek <coughs> Komoly hozadéka is van, hiszen ma már a egykori versünnepesek közül többen a nagy színpadon szerepelnek, különböző hazai színházakban, de a kultúra egyéb területen is megtalálhatjuk őket, vagy éppen pedagógusok, vagy éppen a pedagógiai pályán, úgyhogy én örülök neki, hogy ezt megvan a szervezőkben az elhivatottság és a a, a hitta tekintetben, hogy ez fontos és, és jó cél. És köszönöm azoknak a pedagógusoknak is, akik segítik a fiatalokat, támogatják. Köszönöm a színház mentorainak, hogy segítik a fiatalokat. Szerintem gondolom, ez nekik egy óriási lehetőség. Én nagyon bízom benne, hogy, hogy a következő néhány évben azokat a programokat is újra tudjuk indítani, amelyek a Covid előtt nagy sikerrel mentek, akár a Fehérvár hangja, akár a Fehérvár táncosa, hiszen látjuk, hogy a különböző kulturális területeken is nagyon-nagyon tehetségesek a Székes Fehérvár, úgyhogy igyekszünk biztosítani számukra ezt a lehetőséget, hiszen nagyon fontos, hogy, hogy a fiatalok is úgy érezzék, hogy jó itt élni és jó hely Székesfehérvár, és akár nyilván az egyetemi tanulmányokkal, a duális képzéssel pedig egy olyan jövőt tudunk biztosítani számukra, amelyben megtalálják a számításukat, itt le tudnak telepedni, itt maradnak, és ezzel is gazdagítják székesfejével. Ezért is fontos, hogy, hogy most már több mint tíz éve a székesfejével diáktanács is jól működik, és szervezik a fiatalok számára a programot. Én nagyon bízom benne, hogy most a Covid előtt óriási sikerrel ment a városi diákbál, a program a végén már 6-700 fiatal vett részt ezen a programon. Most minden jel arra mutat, hogy januárban ismét meg tudjuk szervezni. Ugyanígy a Székesfehérvári Hallgatói Tanáccsal az egyetemi életet szeretnénk felpesdíteni és, és gazdagítani a fiataloknak a Székesfehérvári tanulmányait, nekik össze gólyabát tudtunk szervezni. Úgyhogy igyekszünk a, a, a tanulás mellett a Közösségi kultúrás programunkban is segíteni a fiatalokat. Ilyenkor az év azért arra is ad lehetőséget, hogy egy kicsit el megálljon az ember, egy kicsit értékelje a dolgokat. Hogyan telt az adventi hangolódás az ön számára? Van-e valami családi hagyomány, amihez kapcsolódik? Hát alapvetően munkával, hiszen azért van két olyan fontos terület, amelyről még nem beszéltünk, és az év végén ez komoly feladatot adott a kollégákkal. Egyrészt ugye tervezzük a közösségi közlekedésben a menetrend átalakítását. <kül> ugye december elején elindítottuk a társadalmasítását az első ütemnek, hiszen az volt a tapasztalatunk, hogy amikor nekiáltunk a teljes hálózat átalakításának, amelyre azt gondolom, hogy óriási igény lenne már székes akkor annak a befogadása és, és az áthangolódás az kicsit nehézkes volt. Ezért gondoltunk arra, hogy most ütemezetten fogjuk majd a hálózatot átalakítani. Ennek az első ütemét most a nyilvánosságra hoztuk. Ez alapvetően az albaipari zóna Val kapcsolatos fejlesztések az Alba Arena, a Multicsarnok elindulásával, annak a megközelítését biztosítja, és elkezdjük azokat a városrészeket át ívelő és összekötő járatokat elindítani, amelyekkel azt gondolom, hogy még több utas tudunk arra buzdítani, hogy használja a közösségi közlekedést, hiszen nagyon-nagyon fontos lenne, hogy többen használják a közösségi közlekedést azért, hogy, hogy kevesebb gépjármű járjon az utakon, és ezáltal is a közlekedést fel tudjuk gyorsítani. Ennek a folyamata még fog tartani január-februárban, akkor összesítjük majd a a beérkezett igényeket, és várhatóan majd februárban dönt a közgyűlés arról, hogy mikor és hogyan fogja majd az első ütemet bevezetni, és aztán majd haladunk tovább. A másik pedig az egészségügyi területen lesz egy nagy változás, hiszen várhatóan február 1 az ügyelet háziorvosi ügyelet az át fog alakulni. Ugye a többi vármegyében már szinte mindenhol bevezetésre került. Február 1-én Fehérvármegyében is elindul a az új háziorvosi ügyelet, az országos mentőszolgált fogja majd ezt a feladatot végezni. Ugye eddig Székesfehérváron 17 településsel együtt egy kis társulás végezte ezt a dolgot, úgyhogy most nyilván az átadás, ennek a megszervezése, különböző döntések meghozatala van most, volt az adventi időszakban napi renden, de még januárban is fog ezt természetesen tartani. Azt gondolom, hogy mind a kórház, mind az országos mentőszolgálat, mind pedig a társulás és az önkormányzatok, így mi is mindent megteszünk annak érdekében, hogy az átállásból semmi se legyen érzékelhető. De nagyon fontos lesz, hogy, hogy, mind a gyermek, mind pedig a, a felnőtt ügyelet, az közvetlenül fog kapcsolódni a gyermek- és a felnőtt sürgősségi ellátáshoz is, hiszen azért ma többen mennek be a sürgősségi ellátásra, olyanok, akiknek egyébként elegendő lenne a háziorvosi ügyelet, most, hogy egy helyen lesz majd a kettő, így azt gondolom, hogy a sürgősségi ellátásról is fog majd terhet levenni a háziorvosi ügyelet. Délután négytől este tízig, illetve este 10-től reggel nyolcig lesz majd ez a fajta ügyelet, úgyhogy erre is készülünk. Egyébként pedig csodálatos volt a város, adventkor igyekeztünk nagyon sok újdonságot hozni a székesfehérváriak számára. Egyrészt az Icsiligetben a jégpályát megnöveltük, óriási a sikere azt gondolom, hogy annak a jégfolyosónak, amely <kül> ben tudnak korcsolyázni a, a, kilátogató fiatalok és idősebbek. Új is kikerültek, az, és az úgy, is nagyon népszerű. Új díszek is uh, kikerültek a Zicsiliget bejárát, ez egy gyönyörű korona uh, került, uh, és még sok-sok minden uh, változott. Uh, a város karácsony fája is gyönyörű uh, uh, volt, nagyon büszke voltam arra, hogy az őrhami szőlőkről szűke Pátriánból érkezett a, a, fa. Ezután is köszönöm a, a családnak, úgyhogy azt gondolom, hogy uh, tudtunk lehetőséget biztosítani a programokkal, a, uh, a fényekkel a és mindennel együtt, hogy, hogy mindenkinek szép karácsonya legyen. És hát azt gondolom, hogy ez a néhány nap pedig az ünnepek alatt remélhetőleg mindenkinek sikerül kipihennie magát, hogy aztán 2024-ben új úterővel tudja mindenki a maga őrhelyén feladatát ellátni. Beszélgetésünk végén egy fontos dolog, amikor egyeztettünk a mai találkozóra, akkor kértem, hogy hozzon magával valamit. É, igen, é, részben megtettem, ezt tavaly évben is jeleztem, hogy nem vagyok az a materialista természetű, tehát hogy nincs -e ennek ilyen kötődések a, a tárgyakhoz. Viszont nagyon uh, szeretem és nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy amikor tudok így advent idején különböző közösségekhez ellátogassak, akár nyugdíjas klubokhoz, akár uh, óvodai uh, uh, karácsonyi ünnepségekhez, és ott mindig kapok egy pici kis apróságot, amit kiteltek a fára, és azt mindig meg is teszem. Úgyhogy az idei uh, karácsonyfán is nagyon-nagyon sok uh, uh, intézmény, közösségnek a, a, a dísze volt a, a fán. Azt gondolom, hogy ez is jelzi azt, hogy, hogy milyen fontosak a közösség és az intézmények Székesfehérvár életében. Úgyhogy köszönöm és hálás vagyok, hogy az idén is sok-sok helyre kaptam meghívást, és tudtam eljutni. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt volt velünk. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, természetesen ünnepi beszélgetésekkel. Holnap is jelentkezünk itt a Fehérvár televízióban. műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.